Szakán Lauriel tele van tervekkel, elképzelésekkel. Most a Kossuth utcai Berki galéria körül forognak a gondolatai. Ebben a korábban a Halas Televíziónak is helyt adó épületben láthatók Berki Viola festményei és Diószegi Balázs állandó kiállítása. Az épületen jelenleg semmi nem jelzi, hogy itt egy galéria található. Ezen szeretne változtatni a múzeum igazgatója. A két homlokzatot szeretnénk kifesteni, mert ez egy nagyon szép neobarok épület. Az utca felül rendben van, egy új festés kell majd neki egyszer, ha lesz rá pénzünk. A legnagyobb baj a két végfallal van, ugye itt állunk a gimnázium felüli homlokzatnál, és a túloldalon a kurucszobor felüli homlokzat van, és az egyikre egy berkívül a rajzot fogunk fölnagyítani. Egy grafikát kiválasztottunk, ami egy színnel jól mutat, egy nagy fal felületen, és mellé ki lesz írva Berki galéria. Ezen a másik oldalon, ahol most állunk, az a tervünk, hogy ha jól megnézzük, hogy itt van egy-két ablak olyan öntörvényűen elhelyezve, esetlegesen, és ahol nincs ablak, de úgy kellene, oda festünk, és a grafikus majd megoldja, hogy fog kikandikálni ott az ablakoknál, mondjuk Berki és Diószegi festmény, és egy cégért lesz főfest, vagy Berki galéria. A város főutcáján lévő épület a turisták számára is könnyen megközelíthető. Az igazgató úgy véli, ez nagy előnnyel jár. Két jeles alkotóról van szó, és hogyha elgondoljuk, hogy a Csipkeház és a Tormános Múzeum között itt állunk félúton, egy múzeum sétány jön létre. És hát valószínűleg a helyieknek és az érdeklődőknek, turistáknak is ez egy fontos célpontjuk lehet.